Sziasztok! Drón találkozó és drón verseny lesz augusztus 1-2 Török Szent Miklóson a focipályán. Ugyan az eseménynek a címe az az, hogy drón verseny, de ne aggódjatok, nem csak kimondott verseny lesz, bár ugye két napig versenyezni fognak ott a pilóták, de mellette lesznek sátrak, ahol különféle gépeket meg lehet majd nézni, ott leszünk mi is, lesz nálunk is egy sátor, és ott lesz nálunk például az Autel IVO, szinte az összes DJI gép, perotgép, FPV-s gépek, analóg, HD FPV-gépek. Úgyhogy mindenféleképpen megéri eljönni, nézzetek ki valamelyik nap, nem csak tényleg kimondottan a versenyzésről fog szólni hanem lesz majd mellette különféle programok, is. ugye mindegy gépet majdnem a levegőbe fogjuk emelni, úgymond szünetekbe, meg lehet nézni, lehet velünk beszélgetni, viszünk ajándékokat, és sőt, lesznek nyeremények is, mind a versenyzők részére, sőt, mind a nézők részére, úgyhogy szerintem mindenféleképpen nézetek el, pláne, hogy eléggé szűkös volt ez az év, mert ugye hát ez a vírusos, ugye még jelenleg most is tart, és ki tudja, hogy mit hoz még a jövő, hogy ez az 500 fő, meg na, mindegy, szóval ez egy eléggé el rossz év volt, hogy finoman fogalmaznak, legszívesebben újra az egészet, mert Tényleg, tehát, hogy egy csomó mindenről le kellett mondanunk, szinte semmilyen rendezvény nem volt. Nem is tudom, hogy egyáltalán lesz-e még rendezvény szűkös a határidő, ugye nem sokára nyár vége van, szeptember. Valamilyen úton módon ugye kezdődik újra az iskola, újra indul majd az élet, hogy hogy ezt majd reméljük a normális kerékvágásba. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e még rendezvény, vagy lesz-e még találkozunk. Mi tervezünk uh, őszre, térre, a rossz időben már valami uh, közönség találkozó féleséget, hogy elmenjünk valahova, de ott ugye már a időjárással annyira nem tudunk számolni, hogy mindenféleképpen valami fedett helyet szeretnénk majd ahova. Tök mindegy, hogy esik, fúj, bármi lesz, be tudjunk menni. Ott ugye a repülés az már nem igazán fog menni, ott maximum kis pici gépeket fogunk nektek tudni megmutatni, de tervezünk. De még várjuk mi is azt, hogy meglegyen a bejelentés, hogy milyen szabályok lesznek majd ugye augusztus 20 után. Azt már ugye hallottuk, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték és egyéb dolgok ugye elmaradnak. Úgyhogy hát nem mer senki is előre tervezni. Ugye egy nagy helyet lefoglalni az pénz, idő, illetve hát tényleg a bizonytalanra senki se akar nagyon előre tervezni. De ez most már biztos, hogy most már nem egészen két hét múlva lesz egy ilyen. Szolnoktól nem messze található a hely, lehet vonattal, majdnem autópályán is megközelíthető végig, úgyhogy tényleg, gyertek le, beszélgessünk, nézzétek meg, milyen a versenyzés, életbe hangok, nagyon durva hangok lesznek, illetve hát tényleg ott lesznek az Ivo, a M300-as gép is, a Perod gépek is, R2 Mini, minden, ami van, sőt, én tényleg nem akarom lelőni a poénakat, de úgy hallottam, hogy egész értékes ö nyeremények lesznek, majd a leírásba berakom a eseménynek a pontos linkjét, ahol mindig jönnek majd az információk mindenről, nyereményekről, részvételi feltételekről és egyéb dolgokról. Úgyhogy én azt mondom, ha akartok egy jó drónos napot, vagy akár kettőt, akkor gyertek el ide és találkozzatok velünk és a többiekkel is. Sziasztok!